Na sziasztok, én Balázs vagyok, és ez itt a Kártyatükrök magyarul, és azt a mindenit, de régen volt már ez, mikor ezt mondtam utoljára. Hát igen, eltelt egy kis idő, ugye? A legutóbbi videó óta, a Vége című videó óta. Lassan egy fél év telt el, egy pár hónap, öt hónap, igazából nem tudom, már elég régen volt. Most nem is néztem meg. Maradjunk annyiból, azért már jó pár hónapja nem volt videó a csatornán, és azelőtt is ugye volt egy fél éves szünet legalább, úgyhogy olyan komoly, igazi videó már lassan több, mint egy éve volt. És igen, kicsit azért hiányzik, de ne szaladjunk ennyire előre. Az utóbbi időben, az elmúlt egy-két hétben újra elkezdtem csinálni egy-két trükköt, újra kezdtem nézni pár bűvészes videót, mert szerettem volna valakinek mutatni egy-két trükköt, ez most nem lényeges, a lényeg az, hogy a régebbi trükkémet elővettem, újra itt vannak a kártyáim, most tulajdonképpen egy ilyen kártya, nem nagyon szoktam használni, de mindegy, szóval csinálgattam egy-két trükköt, és gondolkodtam azon, hogy igazából egész mennyire szeretem a bűvészetet, másrészt pedig azon, hogy a csatorna, ez a Kártyatükrök magyarul, ami ugye lassan már 10 000 feliratkozónál jár, tehát rengeteg nézővel, 50 000-es megtekintések a legjobb videóinkon, szóval azért van rendes követő tábor, sok ember, és hogy összességében azért akkora erőt ezek a videó belőlem nem vesznek ki, hogy megérje nem csinálni őket. Tehát, hogy csak mondjam, hogyha mondjuk nincs is kedvem annyira videózni, és mondjuk van egy kicsit nagyobb szünet, teljesen abba hagyni nem feltétlen éri meg, mert igazság szerint, hogyha megjön a kedvem, akkor egy-két videót azért viszonylag gyorsan föl tudok venni. Szóval most főleg mostanában jóval könnyebb, mint régebben, mert régebben azért a helyen is voltak problémák, hogy hol vegyek föl videót, meg hogy fényviszonyokat keresgélni, meg ilyenek. Most például itthon vagyok, konkrétan a saját szobámban, most van jó mikrofonom, van világítás, az ablak pont ide az asztalomra világít, szóval minden annyira könnyen összeállna egy videó elkészítéséhez, most már vágni is tudok egyedül, a másik YouTube csatornámra nagyjából megtanultam vágni, szóval annyira egyszerűen tudnék csinálni egy-két videót, hogy úgy döntöttem, hogy újranyitom a Kártyatükrök magyarul csatornát. Nem ígérem, hogy olyan aktivitás lesz, mint régen valaha volt, vagy hogy annyira komolyan lesz éve a dolog, lehet, hogy lesznek más stílusú videók is, lesznek ugyanúgy magyarázatos videók, de meg azt ígérem, hogy mondjuk hetente lesznek videók, lehet, hogy valamikor lesz megint egy két hónapos kiadás, egy fél éves, hosszabb, rövidebb, de hogy ott legyen a lehetőség, hogy bármikor jöhet új videó, ha megjön hozzá a kedvem, úgy gondoltam, hogy most itt újra fogom a Kártyatükrök magyarul csatornát nyitni, szóval ez azt jelenti, hogy újra lehet számítani feltöltésekre. Nem tudom, hogy most mennyire csak fellángolás, mennyire nem. Ha véletlenül fellángolás lenne, és mondjuk nem lenne hosszú távon sok videó, akkor is ott lesz a lehetőség, hogy bármikor lehet, mert még egyszer ilyen lezáró videó szerintem nem fog csinálni, mert nem. És itt mondtam, a bűvészkedés is olyan erős hobbi, annyira jó csinálni, hogy tényleg jó időt rászánni, szeretem kutakodni, hogy hol találok jobbat, hogy lehet egy fogást fejleszteni, hogyan lehetne egy új tükköt összehozni, ez annyira élvezetes dolog, és tényleg az se kell, hogy olyan túl sok időt elvegyen, szóval ez egy olyan hobbi ez a YouTube-ozás és a bűvészkedés, hogy így hobbiként igazából szerintem nem igazán éri meg így fölhagyni vele, hanem hogy megéri csinálni, hol kevesebb időt rászánni, hol kicsit többet, és szerintem nagyon király dolog. Szóval most, hogy az utóbbi egy-két hétben ezen sokat gondolkodtam, úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele ismételten. Nem tudom, hogy mennyi idő lesz, meddig lesznek komolyabban több videók. Most tudom, hogy egy videó most konkrétan ezután a videó után fel fogok venni, szóval rögtön lesz egy Kártyatükrök magyarázata a videó. Ezután a videó után lehet, hogy ugyanazon a napon, lehet, hogy másnap, nem tudom, de a közeljövőben. És ja, hát igazából most ennyit akartam elmondani. Ez minden bizonnyal sokatoknak örömhír lesz, sokatoknak biztosan nem, mert biztos voltak sokan, akik örültek, hogy eltűntem. Hát most úgy néz ki, hogy visszatérek, de ja, nem tudom, mit hoz a jövő, de izgatottan várom, úgyhogy figyeljétek a csatornát, mert jönnek a videók. Sziasztok!